Mindig azzal kezdjük tekintettel arra, hogy ugye az a cél, hogy a solymáriak és a távolabbról jövők is ismerjék meg a Solymáron lakó ismert embereket, hogy ugye van minden jelenségről és többnyire minden foglalkozásról egyfajta sztereotíp kép az emberekben. Nagyon sokszor olvastam például olyanokat különböző filmhírességekről, hogy nagyon szeretnek az élet sűrűjébe lenni, a belvárosban lakni. Ezek többnyire nem magyar hírességek voltak, hanem mindenféle ilyen amerikai és nyugat-európai hírességek, és ők azt szeretik, azt a nyüzsgést. Na most többnyire az emberek a rockstároktól, a pop műfajában dolgozóktól, a színészektől nagyon sokszor hallhatták, hogy nagyon szeretnek a belvárosban lakni, mert közel van minden, sokan megismerik őket. Ti hogy döntöttetek, hogy miért költöztök ki kert részbe? Krista? Há, hogy döntöttünk? Úgy döntöttünk, még nem is voltak gyerekeink, most már 4 van időközben, hogy hát nem a belvárosi lakásunkba szeretnénk volt egy belvárosi lakásom, igen, amit még nagyanyámtól szállt rám, és ő elhagyta ezt a földi világot, amikor katona voltam, és attól kezdve én laktam ott, és egy idő után, a megismerkedésünk után nem sokkal már ketten laktunk ott, Marci fiunk még oda született, nem olyan régen, most érettségizik idén, és hát ez egyfajta ilyen zarándokhely is volt, itt is ül olyan, aki ott firkált a lépcsőházunkban, meg aki pucoválta a firkálmányokat. És akkor hát úgy döntöttünk, hogy miután a Marcinak már külön szoba nem jutott, tehát az ő gyerekágya az a könyvtár előtt volt, hogyha esetleg itt többen is lennének, akkor elhagynánk a belvárost. És akkor elkezdtünk keresgetni, nem tudom, Elkibe, Pátyon, Csámbékig is elmentünk. Ez egy nagyon kalandos sztori volt, hogy jutottunk Solymárra, hogy a családban volt egy idősebb házaspár, akik úgy gondolták, hogy a gyerekeket segíteni akarják, de semmi más vagyok nincsen, csak egy solymári telek, és tudták, hogy mit keresgélünk Budapest környékén. Kimentünk a solymári telekre, egy nagyon szép, olyan embermagasságig gazdal benőtt telek volt, egy északi oldalon. Kimentünk, és akkor szoktuk a solymári levegőt, időnként kivittünk egy plédet, meg ott piknikeztünk, és úgy ahányszor kijöttünk, mindig nagyon intenzíven fáztunk. És egy szép napon, ahogy ülünk ezen a réten vacogva, egy ismerős ember jön egy bonaza banzáj pólóba. A telken. Na, mondom, engem mindenhol megtalálnak, nincs ott az embernek sehol. Annak ma már magas értéke van, mert már nincs ugye az zenekar. És akkor kiderült, hogy ez egy régi technikusunk, akivel annak idején dolgoztunk, és hogy ő pont a hegygerinc másik oldalán levő, tehát a telkünkkel szomszédos telkkel lakik, mondom, és nem fáztok, mert itt mindig a hideg van, és mondja, hogy... Hideg kút szomszédságában. Mondja, hogy nem, mert még be se kapcsolta a fűtést. Na ne. És hát mindez azon múlott, hogy egy hegygerincnek ez a telek az északi oldalán volt, az övé meg a délin. És mondta, hogy na jó, akkor most megkeressük a déli oldalon a mi helyünket, és akkor így megtaláltuk azt a 3 ilyen nadrágszíj telekből összetákolt területet, ahol később építkezni kezdtünk, a nagy hírű és most már elhunyt Janák István építésznek a tervei alapján építettük fel a házunkat. Egy olyan műalkotásszámba menő épület, amit a több generációi építészhallgató járt be, ami őszinte nagy örömünkre. És sokan makettet is készítettek a házunkról, voltak neki ezóta a diplomamunkája, tehát egy nagyon komoly jó nevű építész volt. Így van. És nagyon helyes ember. És hát fantasztikus műveltségű ember volt, igen. És egyszer azt nyilatkozta rólunk, amikor a házról beszélt, de névtelenül, tehát nem kvázi a Ákos házáról volt szó, hanem hogy a művész és Béneje a gyerekükkel kiköltöznek, akkor azt mondta, hogy jó volt velünk együtt dolgozni, mert az, hát most ezt a régi felvételt föl lehet keresni a YouTube-on, elmondta, hogy hát ha valahol van, ő így mondta, jó ízlés, életemben ilyen dicséretet nem kaptam, akkor nem kell vitatkozni alapdolgokon. Nagyon sokat tanultam tőle, ez volt az építkezés alatt, és hát azóta itt lakunk, ez most a 16 esztendeje, 2001. Akkor ha jól feltételezem, szeretitek is a házat, nyilván. Ez egy nagyon komoly ház. Funkcionális is, tehát nem csak szép.
irigylés sem méltó, mert szerintem aki építkezik, mindenki átéli azt a néhány ilyen szerencsés kivételtől eltekintve, akinek ilyen tényleg nagyszerű embert sikerül szereznie, hogy az első házát az ember az ellenségének építi. Hozzáteszem, azért itt is voltak ilyen jellegű tapasztalatok, ilyen surló jelleggel, tehát emlékszem, hogy amikor először az első költségvetést elénk tették, akkor azon egy olyan szám szerepelt, amit nem, hogy én még soha életemben nem láttam, hanem el sem tudtam képzelni, hogy ilyen van. Tehát, hogy van ember, akinek van ennyi pénze. Meg, hogy meg lehet keresni és esetleg. És akkor mondta az ember, hogy miért, hát ez sok, mondta a kivitelező. És akkor mondtuk, hogy hát ez nem sok, hanem ez a stratoszférikus magasságban van, ahhoz képest, hogy mi lakunk. Hát azt mondja, és mennyi lenne a jó? És hát akkor összeadtuk azt, hogy mennyi van a takarékba, mennyit tudnak segíteni, családba, itt-ott, és akkor mondtuk, hogy hát a felét azt össze tudjuk kapirgálni, én még arra is gondoltam, hogy emeljek a lemeztársághoz, akkor még voltak ilyenek, és akkor előleget fogok felvenni. És akkor mondta, hogy a fele? Hát mondom, ha abból kijön. Mondta, hogy jó. Elkezdte építeni a házat, építette, én hordtam talicskával a pénzt neki, és egy szétapon azt mondja, hogy Ákos, kész van. Jaj, mondom, ez igen jó, mert most már ott a gyerek is itt toporzékol, lassan rohangál, 7 éves elmúlt a Marci, akkor szeretnénk itt tölteni a karácsony, persze, mondta, lehet, járjuk be a házat. Járjuk be a házat, és mondom, és egyébként az ajtók mikor érkeznek? Ja, még ajtó nélkül milyen ajtók? Be a házat. Milyen ajtók? Kérdezte a kivitelező. Hát mondom, az ajtók, amik meg voltak beszélve, hogy ja, hát azt le kellett húzni, mert hogy az... Hát mondom, ne hülyeskedjen, hát megfázik a gyerek, ajtó kell. Jó, hát ha ajtó kell, akkor az ennyi és ennyi forint. Na mondom, majd valamit csak kitalálunk, lettek ajtók. Azt mondja, kész a ház, átadásra kész. Akkor járjuk be. Akkor mondom, akkor járjuk be. Járjuk a házat, gyönyörű ajtók voltak, mondom, és amúgy a kilincsek azért majd fölkerülnek most nem sokára. Azt mondja, milyen kilincsek. És ez így ment tovább. És én nem tudom, hogy épült fel tényleg a ház. Ilyen humora volt? Pont annyiba került egyébként, amit először ráírt a papírra. Így a végén, csak úgy elaprózva. Tehát... De ez nagyon mély pszichológiai érzékre van egyébként egy építész részéről. Igen, ott is végezte részéről. A pszichiátrián ez a kivitelező. Ja, a kivitelező. Viccen kívül egyébként szegény. Tehát ő beleőrült ebbe. Gondolom nem mi voltunk az egyetlen oka ennek. Jól emlékszem, ugye, hogy közgázt végeztél annó Cedembál. Rosszul emlékszem? Igen, mindketten. Ja, mindketten. Mindhárman. Csak enyhe különbségekkel. Ezt azért is kérdezem, mert ugye az én időszakom még más volt, amikor te ebben jártál, vagy ti jártatok, azt az egyetemet te magadénak érezted? Nagyon. Akkor nagyon. Hát, részletesebben hát egy kicsit. Én ültem a Vonazamazáj turnébuszba, és a Marx tőkéjét olvastam hosszú ővel, és nem, tehát nem értettem, hogy hol tett le a repülő, mert nyilván nem jó helyen. Tehát, nem tudom, jöttünk Miskolc, Diósgyőrből éjszaka, a fülem mögött egy ilyen úgynevezett fejreakasztható lámpával, ilyen kis bányászlánkával olvasgattam, hogy termelő fogyasztás és fogyasztó termelés, és ilyen dialektikus dolgokat, amit hát nagyon nehéz volt magamévá tenni. Most mesélhetnék ilyen vizsgasztorikat, mert azok azért vannak. Ajaj. A Krisztán még nem jutott szóhoz, de a lényeg az, hogy mi még politikai gazdaságtan tanultuk az én évfolyamon. Ő egyel alattam járt, és ő már nem új, akarod mondani, hogy te már nem. Ő már új tankönyvből. Reform. Hát nézd micsoda boldogság lehetett. Hát ez egy reform. Én nekem még végét kell tanulni, és akkor volt egy NDK-ból Magyarországra szakadt politikai gazdaságtan tanárunk, ő is dialektikus volt nagyon. Egytől egyig egyébként. És ilyen szandál, Meyer Dietmárnak hívták, nagyon helyes ember, az egyetlen ember volt, aki tegezett minket az egyetemen. És akkor mondtam, hogy engem besorsoltak egy Kocsis Éva nevűhöz, hogy én, akkor még volt szóbeli vizsga, én valószínűleg azért ülhetek itt, mert ha csak írásbeli vizsga lett volna, mint hogy ma van, akkor én valószínűleg soha az életben nem végzem az egyetemet. Tehát a lényeg az, hogy én hát ott vergődtem át, szóbeli, hogy lehetett szóbelileg lehetett megnyilvánulni, bár nem vagyok a szavak embere. Azt mondom, valami ki Kocsis Éváz vagyok beírva, és a Dietmár az tegezett minket, hát bizalmasok voltunk, mondom, ki ez a Kocsis Éva, mit kell róla tudni, ugyanis ez nagyon fontos vizsgák esetén.
szóbeli vizsgálok esetén különösen azt, hogy ez egy elvetemű marxista ez a nő, ezért nagyon kevigyel, marxista, az jó mondom, én Marxot azt nem annyira olvastam, akkor Samuelson az egy nagy ilyen reformközgazdásznak számított, amerikai volt, és akkor Iván őt olvastuk inkább. Tehát a Samuelson és a Marx azok majdnem, hogy szembeálltak egymással, vagy legalábbis mondjuk teoretikusan. Hát elég nagy különbség volt. Nagy különbség volt a szemléletben, az ugyanakkor a baromság volt egyébként, de ez csak egy kis kapcsolatzárójeles megjegyzés. És akkor mondja, mondom, mit kell még rajtunk? És ez egy nagy környezetvédő, ez a jó, környezetvédő. Akkor ezt is megjegyzem, és valamit még mondott róla, akkor azt is elraktároztam, és akkor Rajmund nagyapámnak volt egy jelvénygyűjteménye, és abban voltak én munkásmozgalmi jelvények is. Ez a nagyfaterre nem szeretném a rossz fényt vetíteni, mert sok másfajta jelvénye is volt. Hát gyűjtötte, akkor gyűjtötte. Nem, arra jelvénygyűjtő volt. És volt egy olyan jelvénye, hogy ilyen vörös, egy kerek jelvény volt, vörös mezőben ilyen munkásöklök voltak. Mondom, mit lehet tudni? Oda csap, ahova köl. Egy vasököl. Hát én kitettem. Majd megyek a kocsisével, marxista, csak valamiről, tehát valamire csak jó lesz. Tehát én így készültem. Valami pénzemléletről is szó volt a tankönyve. Azt, hogy nagyjából átfutottam. Meg a inflációt azt értettem, többit azt nem nagyon. Csodálom, mert az nem volt. Volt még 16 tétel, de hát mondta ennek a kvázi a okosságát, hogy tudom én, nőnek az árak, csökken a kereslet, akkor csökkennek az árak, akkor stb. Tehát nőkül keresletnél csökkenő árak. De ilyen hülyes, persze nem igaz, de teljesen mindegy, minden elmélet így kezdődött, hogy Ricardo, nagy közgazdász, kijött a londoni tőzsdéről, valami zsírosa tehetett, mert egy 80 oldalas azonnal elmélet írt. Igen. Arról, aminek egy olyan közgazdaság elmélet, most nyilván sarkító, karikírozó, stb., hogy előfeltétel az elméletnek, hogy duopol piac van, kettő darab szereplő, akik egyformán informáltak. Tehát egy olyan gazdasági elmélet, aminek az alap, a kiinduló, tehát az alap már egy értelmetlen dolog. Valamilyen elmélet, jut ezen keresztül. És akkor Smith szintén kijön ugyanarról, és azt mondja, hogy ezt cáfolja 90 oldalon. És ezt meg kell tanulni. Na, lényeg a lényeg, hogy tessék fővel nyugodtan át a fontos. Hogy az, hogy én elmentem vizsgázni, lőve. És én beültem, és a Kocsis Évához. De ezek élő személyek, hát remélem, hogy nem bántom meg ezzel. És akkor ott ültem, mint aki tényleg egy ártatlan izsákként. És akkor azt mondja, aha, jó, hát akkor húzzon tételt. Ja, és akkor úgy volt, hogy bementünk, mindenki húzott tételt, és előttem egy nagyon jó képű Marco Zoli, emlékszem? Fekete szemű, fekete hajú, magas gyerek volt, kreolbőr, egy nagyon helyes ember volt. Nagyon tudott tanulni, és akkor hallottuk, hogy ugye aki sorra kerül, Marco Zoli sorra került, felel. Én meg addig írom a jegyzetemet a saját húzott tételemből. Marco Zoli mindent tudott, de olyan dolgokat is, amire soha nem is hallottam. És akkor ez a hölgy nagyon alapos volt, és azt mondta, hogy jó, és akkor igen, meg egy kicsit a tavalyi tananyagból. Na, annyira bezavartam állásba, hogy hármas kapott, de körülbelül 100-szor annyit tudott, mint én valaha bármilyen tantárgyból kumulatíve. Akkor jött egy másik csoporttársunk, az is mindent tudott. Én egész félfüllel füleltem, félfüllel jegyzeteltem, mondtam. És akkor hallom, hogy őt is úgy bezavart a sűrű erdőbe, na mondom, ez a csertovicai síelés, ez nem fog nekünk összejönni itt a vizsgaidőszak végén. Tehát láttam szinte a lelki szemeimmel, hogy nőnek a nagy jégcsapok az ablakra, meg a jégvirágok, meg elhomályosul a jövő. Na és akkor kiszorított engem, hát mondom, teljes esélytelenséggel, tehát egyfajta póker arccal és nyugalommal ültem ott, de belül, tehát a felszín alatt nagyon dolgozott a lélek. Igen, milyen tételt tudod? Hát mondom, pénzelmélet. És akkor mondta, hogy és egyébként mi ez a jelvény magán? Nem mondom, most meg vagy. Ez? És akkor, na hát, fönnmaradt. Hát mondom, ez környezetvédő lengyel munkások. Ez egy, hát vakra hívtam, hogy így mondjam. Ugye? És ritkán volt az életben ilyesmi szerencsém, és akkor azt mondta, hogy, mi, hány, kicsoda, hogy, hol volt. És pont akkor voltunk valamelyik diákszervezettel Lengyelországban, és akkor tudom, hát Krakkóban voltunk, a két oldalulag megbeszéltük a diákmozgalmak között, tehát csak a vodka viborovka feliratot láttam egy héten keresztül, és akkor erről egy fantáziódús kiselődást tartottam, és láttam, hogy csillog a szemek, kedvesen néz rám, úgy éreztem, hogy ez azért talán már görbülni fog a végén, mármint a jegy, amit ad, és akkor mondta, hogy jó, de hát azért térjünk rá tételre is.
Hát én rátértem. Ködös tekintettel nézett mindvégig, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt kijátszhatom, ezt a handot teljesen. Egész gyakorlatilag az egyetem 5 évét sűrítem most ebben az egy sztoriba, tehát röviden befejezném. Gyönyörűen letettem a pontot. Ő mélán nézett rám, majd kérdezett valamit. Ami valószínűleg valami alapkérdés lehetett, valami teljesen mindenki által ismert tényre kérdezett rám, ami valaha a tananyagban szerepelhetett. Én nem hallottam még erről a témáról. Tehát körülbelül olyan, hogy köszönünk reggel mondjuk. És akkor, tehát de közgazdasági fogalmak szerint, tehát mondjuk az áru attribútumokról kérdezett, amelyek között ilyenek vannak, hogy csereérték, meg nem tudom. Én ebből semmit nem tudtam, és mondtam, hát nyilván hát az áru attribútumok, ez teljesen kézenfekvő, fogalmam sem volt, tehát teljes blank. És hát addig, hogy kiderült, hogy én erre most így hirtelen, a pillanat hevében nem tudok válaszolni, és azt mondta, hogy nem tudom, mit csináljak magával. Mondom, te hogy nem tudod. Csertovica, megyünk sielni, akkor mentünk először sielni közösen a Krisztával. Hát azt is elmesélhetném. Tragikus élmény volt, és akkor azt mondja, hát nem tudom, mit csinálják magával. Hát olyan szépen tudta, most így nem, de nézd, így tudja, hogy... Éreztem, hogy nagy a tét. És azt mondja, nézze. 4-es. A játéknak ezzel nincs vége. Hát UV-jegyet a tanszéken kell kérni? Ugye utóvizsgajegyet kellett, akkor még egy kis sárga slejfni volt, ilyen befizetős csekk. Tehát ehhez kell, hogy teljesen ki kell játszani az utolsó lapot is, hogy UV-jegyet majd, hogy hát persze, azt mondja, nézze maga tényleg, tudja ezt az anyagot, maga lazán kezét, meg lesz az ötös, csak jó, köszönöm tanárnő. Feszítsem még erőt egy kicsit. Kirúgtam az ajtót, fogtam az indexemet, akkor még ilyen kemény, fedeles indexről, így végigvágtam a folyosón, akkor megtört szegénynek a gerince, a szó szoros és átvitt értelmében is egy életre. És hát azt tudom, hogy nagyon sok évfolyamtársam utált, mert én mindig átmentem ezeken a vizsgákon, úgyhogy hát néha vitorlázni kellett, ez tény. Hát érdekes. Tehát nem a kérdés, volt. A rövid kérdés, hogy enyémnek érzem az egyetemet? Igen, nagyon. Ebből ugyanis nem is kérdezném meg még egyszer, mert egyértelműen kiderült. Ez volt az ellenben, én világom, a közgazdaság. Az ember egy ilyen szikár egyetemet választ, és akkor a zenélés az mikor jött be, hogy jött be? Gondolom, hát már újszülöttek. Én úgy vagyok, hogy hát mindig voltak zenekarok, muszáj volt, ez a lázadás egy formája volt, majdnem, hogy minden tisztességes embernek volt heavy metal zenekar az én időben a gimnáziumban. Egy 82 és 86 között jártam a fazekasba, természetesen énekeltem a kórusba, indultam az angol és történelem OKTV-n, és voltak ilyen polgári megnyilvánulásaim is, és természetesen heavy metal zenekarom is volt. Több különböző ilyen ezoterikus névvel ellátott formáció volt, és nota bene a Bonanza Banzai később Magyarországon világhíre vergődött triónak a gyökerei is ide nyúlnak vissza. Ahol a gimibe. Igen, ahol a Hober Zsoltival a basszus kettőt erősítettük a kórusba, onnan vizsgálgattuk skurcosan. Neked basszus hangod volt a gimibe? Hát az első lemeztessék csak meghallgatni, hogy jó a Banzai, meg minden. Tehát akkor én úgy éreztem, hát oda osztott be engem az Anikó néni, hát én nekem akkor jó volt a basszus, onnan egyébként nagyon jó leállítás volt úgy a szoprán egyre, mint az altra, ilyen skurcosan, tehát nem csak a hang, a testfelépítés tekintetében is. Tehát ott álltunk Zsoltival, elemeztük azt, ami... ami elemezhető. Ami elemezhető, amihez egyébként nagyon sokáig semmi közünk nem volt. És hát akkor elkezdtünk zenekarozni, engem elvittek katonának, és amikor leszereltem a katonaságból 351 munkás nap után, akkor a Zsolt levele várt otthon, hogy hát van valami tehetségkutató, csillag születik, a Petőfi csarnokban van. Az nem televízió műsor volt akkor, hanem egy ilyen alulról jövő kezdeményezés, hogy így mondjam. És akkor a zsűriben megfelebezhetetlen szaktekintélyek ültek, mint például na. Pataki Attila, Lódi János és a többiek. Na most hát nem tudom, szabad anekdotát mondani erről? Többet akár is. Szabad, akár nem, elmondom, nem tudom hány órára tervezték ezt, de ez egy kicsit hosszabb szeánsz lesz. Tehát aki úgy érzi, hogy friss levegőre van szüksége, nyugodtan távozza. Lényeg az, hogy nem fogunk megsértődni, de érzékelni fogjuk, hogy dramaturgiailag eljött az este vége. Tehát mit akarok mondani, hogy hát mi mit tudtunk az elénésről, inkonkrétan semmit. Mi érdekelt minket, hogy valami ilyesmit csináljunk, amit még senki nem csinált, forradalmi legyen, és minket is marhára izgasson. Akkor volt, az volt, hogy csináltunk otthon egy kazettás felvételt a Zsoltival. A Zsolti a anyukájától kért karácsony, egy utcában laktunk egyébként, a Honvéd utcában. Karácsonyra kért egy Casio PT210-es szinte. Nem ilyet kért, de ilyet kapott. Tehát azt hiszem, hogy ezt lehetett szocialista reációban valamiért Lada kilincsér, vagy nem tudom, mit csak kubai narancsér elcserélni. Lényeg az, hogy
Ez kázió, na de hát ez úgy volt szintetizátor, hogy a mikrobillentyűs volt, hogy így mondjam. Tehát ekkora volt, volt neki egy saját hangszórója, tehát nagyjából egy furulyatokba befér. Ez volt a mi szintetizátorunk, hát láttuk a képernyőn, ugye néha, amikor eltévedtünk egy videodiszkóba, vagy nem tudom hova, akkor ez egy óriási dolog volt, hogy VHS-ről ugye diszkóztak, fölültöltős akai VHS lejátszó, valakinek meg van még ez, hogy fölhúzza a fejre, igen, a szalagot, na és akkor láttuk, hogy a Soft Cell, a Depeche Mode, a Bronski Beat, meg ezek az elektronikus formációk, hogy ott nyűnyükéznek, és akkor abban valami zene kijön, fantasztikus, és akkor kicsit ilyen női ruhákban is voltak néha bőrszoknya, kis szemfestés. Mi mondtuk, hogy mi nem ezt szeretnénk folytatni, nem ezt, ennyire nem forradalmi, de minden esetben ez egy forradalmi. Lényeg az, hogy beadtunk egy kazettát, nos a kazetta elkészítésének most próbálom nagyon rövidre fogni, tényleg sietek, hogy nem volt ugyanis hangfelvételi technikánk, neki is volt egy kazettás magnója egy darab mikrofonnal, meg nekem is. Na most én ismertem egy osztálytársamnak az apukája, vagy a nagypapája, egy ilyen, hogy hívják ezt, ilyen katonazenekarban volt dobos. Tehát neki volt egy pergője. Én ezt kölcsönkértem. Mikor hazavittem a pergőt a hónom alatt a kettes metrón, ahol néztek, mert ez ilyen nem volt ez mindennapos, a újságpapírba csomagolva gondosan, akkor rájöttem, hogy dobverőt nem kértem meg, dobálványt. Ezért kihúztam a fehér nemű sublótot, betettem a pergőt, úgyhogy megtámasztja, fogtam egy izét, egy fokanalat, beállítottam rekordra az MK25-es magnót, és elkezdtem úgy fejből, hogy anyám bejött, mit csinálsz kisfiam? Basszus, kezdhetem előről, és ez így, fölvettem a dobot. Jött a Zsolti, egyik magnóról játszottuk, hogy a másik magnót szembeállítottuk vele, mikrofonnal, és akkor ő rányönyükézett a kis hangszoron, hogy onnyi, onnyi, onnyi. És ez így ment, minden sávot így vettünk. Meg volt az alap. Amikor már ráénekeltem így az halandzsa angol szöveget, hogy mit tenni, valahol adtam a szavakat, hogy satisfaction, meg mit tenni, ezek marha jól. Tehát úgy éreztem, hogy ez nagyon jó lesz. És akkor emlékszem, hogy volt egy Pepsi kólás üvegünk, kis termékelhelyezést tartalmazott interjú. Marketing. És akkor azt kivittem, és összetörtem az erkélyen, és akkor az lett a vége szemnek, hogy satisfaction again, és széttört egy kólás üveg. Hát ez akkor nagyon ötletnek tűnt. Na most az a baj, hogy amikor az ember mindig egyre több sávot játszik át egyik magnóról a másik magnóra, így kicsit elkezd gyűlni a zaj. Tehát csiripelő madarak, korgó ajtók, a lifthofból a húzat, és a vége az, hogy több zaj van a szalagon, mint jel. Ugye ez a jelzaj viszonnyal szokták a zajnak a mértékét jelölni. Hát a következő volt a kazettán, amit beadtunk. Hát ezt beadtuk, aztán a Drömbölnek a vágyak, az Indra Banzai, meg még egy szám volt a kazettán. Emlékszem, és azt mondtam, figyelj Zsolti, ehhez írunk, olyan életrajzot írunk, beszarnak. Faternak a Remington, nagyfater Remington írógépe, famentes íróla behúz, Hauber Zsolt született 68, Kovács Ákos született 68, rövid életrajz, ki, micsoda, teljes óhéber rege, hogy miről, meg a Fazekas gimnáziumban. Érettségizett. És akkor elmentünk, akkor még november 7-et éri mosolyalbum. Fotószalomba. A Zsoltiról tudik, hogy mindig nagyon jó gyerek volt, porcelángatják. Ott volt. Porcelángatjába járt ilyen éllelvassal, tízé, piros mellény, világos kék ingel, őrlet, mondom, Zsolti, nem fog menni. Elmegyünk a mosolyalbumba, leültünk, mondták, hogy ők ilyen, csak ilyen igazolványképet csinálnak. Hát mondom, az Ergut nem lesz gond, csak nekünk nem volt pénzünk, csak egy képre. Mondom, akkor mi ketten lennénk az igazolványképen. Esküszöm, így volt, nem teszek hozzá semmit. Azt mondja, ketten nem lehet, mondom, higgyel, hogy lehet, megmutatom. És akkor arra a kis forgószékre, úgy ketten ültünk, de hát csak úgy fértünk el kényelmesen, háttal. Hogy így fartő, per fartő, hogy háttal egymásnak. És akkor lekapott egy ilyen polaroid géppel, nagy dolog volt, kijött a polaroidból. És hát akkor úgy volt, hogy a polaroid az kettőt csinált, ugye meg két igazolványkép kellett, és akkor az egyik ugye erre nézett, a másik meg arra. Mondom, várja, a nő nekiáll szétvágni ollóval, mondom, ne vágja szét, ne vágja! Hát mekkora formabontó vár, hogy olyan, mint a magyar kártya. Na, nagyon hogy, jó. Hát arra nézünk, igen. Ott meg arra nézünk. Beadtuk. Famentes írólapra írt önéletrajz, kazetta, elment. Soha többé nem válaszoltak, eltelt két hónap. Zsolt, mind én címem volt megadva, ez később hibás koncepciónak bizonyult. És akkor megjött a levél, hogy kedves pályázók, nagyon jó. Ez nagyon volt szép. Az elődöntő, önök bejutottak. A középdöntő szeptember 74-e. 1987. szeptember 74-e lesz a Petőfi Csarnok termeiben élőkoncert, rádió és tévé felvétel. De jó ég.
Mi addig egyszer léptünk fel a 154-es magyar terembe, a Fazekas gimnáziumba, a három darab hölgyismerősünk előtt. Tehát mondjuk úgy, hogy nem volt gyakorlatunk ebben. Megjelentünk a Petőfi csarnok jelzett időpontban, a jelzett helyszínen, egy furulyatokkal, benne a PT210-es, sokat próbáltunk előtte, hogy nyom, ez így nem lesz jó. Na, lényeg az, hogy ott, na és akkor ott szembesültünk azzal, hogy ott emberek zenélnek. Tehát voltak olyan produkciók, hogy ki volt találva a ruha, meg táncosok voltak, tehát zenekarok jöttek oda, ott a Alapi István, aki most az Eddában gitározik, ja, egy Moho Sapiens nevű zenekarban játszott, ahonnan a Pataki a zsűri elnök egy kis kapta, hogy excuse me, a zenekar az megbukott, de volna egy maga jó. Na a lényeg az, hogy mi megjöttünk. Na most ott olyanok, hogy az Alapi állt a tükörölt, és így csinált. Már akkor is marhát ott gitározni, mert te figyelj, Zsolti, itt nagyon nagy baj lesz. Na lényeg, hogy mondtuk, hogy mi jöttünk ezzel a hangszerrel. Így néztek ránk, hogy mi, és ez miről megy? Hát mondtuk, hogy traforról, de nem kell, mert van benne elem. Konkrétan ceruza elemről ment. Sírtak a röhögést a technikusok. Na most nem volt olyan szinti állványuk, amire ezt a 20 centis hangszert lehetett, mert ha olyan szűkre állította, akkor eddig ért a Zsoltinak. Ha letett a normál, akkor ugye leesett a két állvány tartó része közé, úgyhogy én konkrétan a milyen Katinak hívták a besnyő feleségét, ő volt a műsorszerve, a Nádor Katinak az íróasztaláról egy oldalt így leakasztottak, tehát az íróasztalnak azt a csukós részét, azt leakasztották, ezt rátették azért a szinti állvány, és arra tettük a Káziót, és arra oda tettek egy mikrofont, a kis hangszóró. Katasztrófa. Sajnos fönn van a YouTube-on, mi tettük fel. Csillag születik, egy hát 30 évvel és 30 kilóval ezelőtti felvétel, meg lehet nézni. Tehát nem csás, nem ámítás, ott vagyunk. És mikor vált ez olyan értelemben komolyá, amikor már azért tekintettel arra, hogy ugye körülbelül a, hogy is volt, ilyen 60-as évek eleje óta ugye azért szépen gyűltek az idézőjeles, mind a mai napig eszményképnek számító nagy zenekarok az országban, és Budapesten elsősorban. Mikorra teszed, vagy emlékszel egyáltalán arra, hogy mikor volt az a fordulópont, amikor már eszetekbe jutott, hogy itt a nagy zenekarok között is lehet valamit kezdeni? Valamivel, ez nem jutott eszünkbe. 92-ben volt az, hogy volt 7 dalunk összegyűlt, amit egy Maszek stúdióban vettünk fel, nem létező körülmények között, és ebből kazetták jelentek meg, Ladies and the House című kazetták jelent meg. Ajaj. Ezt egyébként a Gödön írtam a kertbe, ahol édesanyám megmondta, hogy föl kell ásni ezt a 300 négyszögöt, és akkor közben ástam, azok közben írtam. Nem ezt mindet te írtad? Angol, hát a dalszöget, az mélyen szántó angol dalszöget, azt én írtam, és akkor egyfajta hát ilyen kis zizegés keletkezett körülöttünk, meghívtak a Petőfi csarnoknak a klubjaiba zenélni. Petőfi csarnokban volt a Depeche Mode klub, meg a Csillagfény diszkó. És hát ott az volt, hogy mindenki playbackről lépett fel, mert akkor ez óriási, majd modern dolognak számított, és hát kazettáról. Na most például a Depeche Mode klubban volt olyan, hogy a 7 számos kazettánkat kétszer kellett visszatekerni, mert akkor a sikerünk volt. Tehát eljátszottuk a 7 számot, hogy te hagytál el, nem én engem, én mit tudom én mi, induljon a Banzai, Kalipszó, Nézd rám, ezek a számaink voltak, és akkor nagyon szerettek minket, és tapsoltak. Kinézek a technikusokra, hogy ilyenkor mit kell csinálni, mondták. Amíg tekert mondom, akkor most jöttök, hej! És akkor megtanultam kommunikálni közönséggel, hogy mit tudom én, jól érzed magatokat, meg ilyen süket szövegek, amiket az ember látott a koncertvideókon. És hát akkor meg kell tanulni, konferálni, hogy amíg az átkupertek kazettás gondol, teker vissza, addig valamit kell mondani. Visszatekertük, újra kezdtük. És újra intro, indul a bazány, és előről kezdődött az egész, és előttük még egyszer a 7 számokat, mennyi volt. És akkor már Lenin is megmondta, hogy ismétlés a tudás anyja, úgyhogy ezt talán nem a Illics mondta először, de hát igen. De a lényeg az, hogy olyan komolyra forrad a dolog, és azt mondtam, hogy most gyerekek, forradalmi újítás lesz, megőrültök, menedzser kell nekünk. Bizony. Mert senkinek nem volt ez, nem volt, hogy menedzsere van a zenekarokban, valaki a zenekarokból ezzel foglalkozott. És akkor emlékeztem, hogy a zsűri egyik vezetője, Fábián Tibor volt, aki a Pesti műsor újságírója volt, stb. És mondtam, hogy most elmegyünk a Tiborhoz, és ő lesz a menedzserünk. Ebből nem engedünk. Elmentünk hozzá, mondtuk, hogy beszélni akarunk vele Tibor. Mondta, jó, hát akkor beszéljünk, miről van szó? Hát van az, hogy annyira jók vagyunk, hogy most nagyon kell egy menedzser. Mondta, jó, akkor szerezzetek magatnak viszont látásra. Mondta, nem, te leszel, azt mondta, hát ő nem lesz menedzser. Akkor nagy potentát volt, tehát a Pesti műsorot, aki megjelent a Pesti műsor rovatába, a könnyűzeli rovatban, az volt valaki.
Sajnos ott a levelezés címként megjelent a Honvéd utcai címünk is, hát ebből lett aztán a falfirkálás. Na a lényeg az, hogy ő aztán megérkezett ez a drága jó, azt hiszem Kende Péternek hívták, a Kiszká B-tól. Az, aki még most is megvan. Most mindenki arra gondol, amire akar, megérkezett de a Pesti műsorhoz. Mire gondolok, hogy itt lakik. Igen, ezt akartam mondani. Megérkezett a Pesti műsorhoz. Annyira itt lakik, hogy és nagyon. És aztán rövid úton a Tibornak onnan mennie kellett, és akkor már ő hívott engem, hogy mi volt ez, hogy menedzser, vagy mi. Na és akkor ebből lett ez, hogy ő bevitt minket a lemezgyárhoz, ahol Wilpert Imre volt, meg Erdős Péter, meg tényleg. Ezek a legendás. Vagy inkább híres hírhető nevek, az Oly épület a Vörösmarty téren, és akkor ott mondták, hogy mi? Az még csak hagyjál, de bonanza. Mondták, hogy hát itt teltházakat csinálunk a Petőfi Csarnok klubjaiba. Aha. És akkor nekik az tetszett, hogy a Tibor hozta, az hozta annak idején részben a Napóleon bulvárt, meg az Esemetet, meg nem tudom mi, és akkor mondták, hogy jó, hát akkor legyen. Emlékszem, hogy megjelent az első lemezünk, 89. március 23-án. Onnan tudom, hogy a lemezbolt kirakatában láttam meg, elájultam, mert akkor már hónapok óta dolgoztunk a borítón, meg minden. És engem mindig érdekelt kezdetektől az, hogy a borítómenet, és ott tudják meg a fényképek, meg a milyen legyen. Magyarán átolt szedtik. Hát érdekelt. És akkor elmentem a Wilpert Imrehez, hogy figyelj, közgazdász hallgató vagyok, és ő volt a hajjakend, akivel beszélni kellett, és mondom, hogy hát figyeld, hogy tudod, hogy megjelent a reklám, és hogy megjelent a lemez, és akkor, hogy reklám. Érted? Azt mondja, na és most nyissák ki a fülüket, mert nagy bölcsességet szeretnék mondani, amit tőle hallottam, és most közreadom. A szocialista reklámtechnika és reklámetika egyik legfontosabb mondata hangzott el, szó szerint így hangzott el, semmit nem teszek hozzá. Ákos, figyelj! Ha egy lemez nem megy, arra az Isten pénze nem elég. Ha meg egy lemez megy, akkor annak minek reklám? Én, mint másodéves közgazdász hallgató, ezt némi meglepetéssel konstatáltam, hogy logikailag támadhatatlan, gyakorlatilag. Nem egészen, mert magától nem megy semmi. És akkor gyakorlatilag, de a furcsa az, hát most úgy mondom, hogy számunkra úgy tűnt, hogy magától szájhagyomány útján. Aha, az volt a magától. Tehát a fiatalok, a kortársaink, az akkor 15-16-17 éves emberek valahogy rátaláltak erre. Az biztos, hogy nem a Hungaroton miatt, és 100%, hogy nem azért, mert ez nagyon kidolgozott és aprólékosan jó volt az egész, hanem valami érdekes, furcsa volt, akkor ez úgy benne volt a levegőbe. Sokan mondják, hogy mi a Depeche Mode-t másoltuk. A Depeche Mode nem volt népszerű Magyarországon ebben az időben. Hát nem annyira. A Depeche Mode sokkal később lett népszerű. Mániás rádióhallgatók azért tudták, akkor az hogy kicsoda, az egy klubszerű dolog igen. Volt, akkor a klubban 3000 embert érdekelt, de nem volt országos jelenség, sokkal később lett országos jelenség. Hát te is tudod, hogy minden, amikor már ugye a 60-as évektől megalakultak a zenekarok, mindegyiket próbálták valami külföldihez hasonlítani. Tehát az... Hát a szegény Illés volt a magyar Beatles, akárhol igen, is nézzük, például. Ugye a magyar Rolling Stones meg az Omega volt, így ugye van. Hát ugye, mint Tesco gazdaságos verziók voltak ezek, tehát e termékjelenjezést. Mégiscsak tanultál te valami marketinget. Vajon, hogy ennél többet nem tudok felidézni. Tehát a lényeg az, hogy így kezdődött ez. 90, én emlékszem a elbukott matek vizsgám után, szegény édesem még élt, felhívtam, mondom, anya, kész vége, ezt abba hagytam, ezt nem csinálom tovább. Ez egy nagyon szép kísérlet volt, de nem lehet. És hova mész, kisfiam? Hát meg a Vas utcában az izének rendező akartam én lenni, hogy színész vagy rendező. Hogy mind a kettő lettem egyébként, de csak titokban, szóval képesítés nélküli. Ez teljesen komolyra fordítva, abszolút megadta az élet. És akkor 92-ben már írkáltuk alá az első lemezszerződésünket. Tehát én másodéves koromban beszálltam a turnibuszba, és még most se szálltam ki belőle. Mentem úgy vizsgázni szegény Bán, a Bán László, a szépművészeti igazgató, a zseniális férfiú. Azt titeket tanított. Ő tanárom volt, szociológia tanárom volt, ha jól emlékszem. Volt, és akkor mentem hozzá vizsgázni. És mondtam, jó, akkor kívánok, tanár úr. Kovács Ákos vagyok. Azt mondja, én tudom, hogy maga kicsoda. Maga nem tudja, hogy én ki vagyok. Még? Mondja, egy óra múlva meg tudja. Én vagyok a szeminárium vezető, és ebben a fél évben nem találkoztunk. De hát hármasért húzzon tétek. És hát ezzel volt ebből egy érdekes helyzet, hogy egyszerűen ilyen beszélgetésben, ilyen panelbe közösen ültünk tanár úrral. És akkor mondtam neki, hogy talán emlékszik erre, mondta, hogy kissé, homályosan, nem én voltam az egyetlen ilyen, és hogy én bocsássak meg neki. Hát mondom, teljesen igaza volt. Tehát... Hát nem buktatott el, nem? Nem, akkor megkaptam szépen a hármast, és tudtam az anyagot. A szociológia végül is nem egy olyan, hát szóbeli kiska volt gyerekek. Tehát... Nagy vita nem lehetett azon. Na, hát így volt. És attól kezdve
turnézunk lényegében. Csak akkor rengeteg bulink volt. Jó, jó, de aztán a ifjú rajongóknak ugye azt is meg kellett élni, hogy egyszer csak bejelentettétek, hogy vége a Bonanzának, ugye? Igen. Ha jól emlékszem. És ez egyrészt miért következett? Nem bizonytalanodtál el, vagy éppen azért következett be a szakítás, mert hogy már érezted, hogy más lesz az út? Hát a következő volt, hogy nagyon hamar, nagyon népszerű lett ez a banda. Abból a kis mozgalomból. Hát azért csodálkoztak sokan, hogy miért kell akkor abba hagyni. Ami az első lemez körül kialakult, az egyre dúsult, meg szórtuk a lemezeket, és akkor hát jött, valahogy úgy jött, úgy kézre jött minden. És marha nagy hírünk lett, és akkor elkezdődtek a hülyeségek. A nagy hírből mindig van ilyen, hogy ilyen biztos forrásból hallották, hogy a Gábor beteg, a Zsolt már meg is halt. Meg ilyen hülyeségek, ami akkor nem volt még internet, mert most már intézményesítve van az Zuhanyhíradó, de akkor ez, ugye, hát ez mindig ment, és ez annyira idegesített, mi normális gyerekek voltunk, és hát én szeretném hinni, hogy a normalitást viszonylag tágfogalomként értelmezve még ez így is maradt. És ez elkezdte, akkor újságcikk volt, egy Hello magazin, 3 elbetűvel írták, nagyon esztetikus magazin volt, abban is elkezdtek minket noszogatni, hogy így, ilyenek vagy, meg nem vagyok, és akkor a normális ember erre furán reagál. Mi mondjuk normális, egy polgári családból is jöttük rá, de Zsolt meg én biztosan. És hogy, szóval ez elkezdi az embernek torzítani a valóságérzékelését, hogy ennyi, tehát túlméretezett szeretet, utálkozás, gyűlölet, irigység, mindenféle szinten megjelenik. Ugye mi senkinek se kutyája, se macskája nem voltunk, nem a nagy öregek köpenyéből pattantunk elő. Lényegében Magyarországon előkép nélküli volt a hangvétel is, ahogy megszólaltunk. Akkor itt van az én hát viszonylag nem annyira szimmetrikus fejem és mondandóm. Ugye hát ez is egy megosztó, francia akar megosztani, csak szokták mondani, hogy megosztó. Hát én nem akarok megosztani, de megosztja az embereket. Na a lényeg, és hát marha sikeresek lettünk. 3 éves volt a zenekar, amikor a Budapest Sportcsarnokban játszottunk 91. november 15-én, és velünk szemben mintegy 20 évnyi Ford felmutatni képes Demjén Ferencen kívül, ezt más nem csinálta meg addig. Ez egy nagy dolog volt. Hát akkor, duplán kérdés a kérdés. És még valami, hogy itt voltam én, ez a kicsit ilyen zűrös, felszínű, bugyborékoló alkat, és én azt mondtam, hogy srácok, most már csináltunk 5 lemezt ugyanabban a hangvételben, hát zsillogó szemmel néz ránk a dárgajó közönség, és most már elvárásaik vannak az aranycsillagoknak velünk szemben, hát mi nem erre szerződtünk, hogy itt nekünk most akkor muszáj mindig egy mederbe hömpölyögni, hát ennek a lényege, ennek az egész bazseválásnak a szabadság, hogy kifejezhetjük, amit érzünk. Na most én azt mondanám, hogy akkor csináljunk gyorsan valamit, nehogy ránk száradjon ez a siker, tegyünk bele kasztanyettát, hárfát, akármit, táncosokat, plafonról lelógó performance művészeket, de valamit csináljunk. És akkor azt hangzott, tényleg zenekari demokrácia volt, mindenki egy szavazat, Tibor is, a menedzserünk is, és leszavaztak. De 3 az egybe leszavaztak. Nem voltak velük. Úgyhogy egyébként azért bizonyos mértékig, hát hogy úgy mondjam, az én szerepem meghatározó volt a zenekarba. Tehát ez nem esett jól. És akkor jutott először eszembe, hogy lehet, hogy nem is zenekarba kéne zenélni, mert azt mondták, hogy nem, ja, bocsánat, a mondat volt a fontos ennek, nem ezt várja tőlünk a közönség. Haha, egyből elkezdett a piros lámpa villogni hogy bent, mit, hogy mit várhat akkor? Mi van? Hát az nem így indult, hogy majd a közönség majd elvárja, és akkor mi majd aszerint. Tehát már pardon, én úgy gondoltam erre, hogy ez egy alulról föltörő gejzírszerű valami, és hogy nem az elvárások mentén fogunk alkotni, vagy létrehozni valamit, vagy uzgolkodni, hanem a saját belső elvárásrendszerünk szerint. Hát én örülök, ha sokan vannak egy koncerten, de nehogy az ő elvárások szerint kell játszanom, mert akkor baj lesz. Nem is olyan lehet értelmezni, hogy ez mit jelent. Hát neked ez olyan, hogy akkor, tessék, mit szeretne a közönség? Azt az ötöt, amit már eddig hallok. Nem is érted. Hát mert ugye ez az, az még ezt, most is van, hogy a rokkos korszakon az volt az igazi. Ne, csak a szinti! Tehát ugye ismerjük ezt, tehát önmagunkon belül is ismerjük, és akkor azt mondtam, hogy gyerekek, jó, de ez úgy nagyon megütött a fülemet, mondom, jó, akkor csináljuk azt, hogy te csinálsz egy szólólemezt. Mondtam annak a zenekari társamnak, akitől a legkevésbé sem vártuk ezt. És, mondta, hogy nem. Hát akkor csinálj te szólólemezt. Nem, jó, akkor csinálj én. Csinálj, te hülye, mondták magukban. Én meg elkezdtem. Most ez volt 92, ami egy kicsit olyan meredekebb év volt, hagyjam abba sok mi. Hogy 92-ben megjelent a Bonanza Live Banzai című lemezünk, a 91-es nagy koncertünk felvétele. Ugyanebben az évben csináltunk egy stúdióalbumot, az ott a címe elmondatott, életünk legfontosabb albuma volt.
ki se jöttünk a stúdióból. Hogy mikor írtam meg ebbe az évben májusra a diplomámat, amit én nem lemásoltam egyébként, hanem megírtam, tehát egy kutató munka volt. Jártam az Artist Use-ba, meg nem tudom. Tehát ugye mindenki másolta a diplomáját, most nem csak a nagy emberek, az akik ebbe beleszédülnek, hanem mindenki ezt csinálta. De engem érdekelt. De csak egy bukott bele. De érdekelt a témám, tehát úgy is mondhatnám, hogy azért napban furcsa helyzetben voltam, hogy a téma, amit választottam, védjegyjogok, meg zenével kapcsolatos jogrendszereket, gazdasági hasznosítást, amit máig nem sikerült egyébként, tehát a gazdasági hasznosításig nem jutottunk el, de mindegy, hát ezt én felmértem. És hát az is fontos volt nekem, hogy olyan területet térképezzek fel, amit rajtam kívül abban a szobában senki nem fog tudni. Ugye, mert így meg tudom védeni a diplomámat, tehát ez nekem szintén fontos volt, meg hát még egyszer mondom, érdekelt kutatómunka, hogy ebben az évben hogy lett az a koncertlemez, az új dalok az elmondatotra, folyamatosan turnéztunk, dupla bulit csináltunk a sportcsarnokba, még megírtam a diplomámat is, és ugyanebben az évben volt, hogy elmentem a László Attila jazzgitároshoz, aki már akkor tanár volt a gitártanszakon, a kis banjommal, hogy hát én írtam egy pár ilyen dalkezdeményt, inkonkrétó a Muszti Dobai Gitáriskola első hat oldalán szereplő akkordokból, egy lemeznyi dalt vittem neki, ilyen egyszerű, mit tudom én, édur, ámol fogásokból, mert engem a zene soha nem érdekelt, ezt most akkor bevallottam, remélem ezt letöröljük ezt az egész felvételt. Tehát így, ha a zene meg zenélni, hát nekem nem érek arra rá, hogy gyakorolni, meg jól játszani egy hangszeren, hát én dalokat akarok írni. Most jár hozzám egy zongoratanár szegény, az teljes idegösszeroppanás szélén, és akkor mondja, hogy így néz ki, hogy a te a dalaidban ilyen tágszerkesztési akkordokat használsz. Hát mondom, mit tudom én, hogy mit használok? Én még az életben azt az akkordot úgy meg nem fogtam, hát csak amikor feljátszottam lemezre, mert engem semmi más nem. Mutatja az új gyakorlatot, hogy a tágszerkesztési akkordot, azt úgy kell ilyen osztinátóba kell játszani, és akkor játszom a tágszerkesztési akkordot, de most ne zenéljél, most ne írjál számot, most gyakorlunk! Tehát nem tudom, hogy érthető ez, hogy ő ad egy új gyakorlatot nekem, abból én valamit abból ki akarok hozni, teremteni, nem tudom, most szépen meg csúnyán is tudom mondani, valamit ki akarok becsúvolni. Tehát engem az nem érdekel a gitáron is, hogy van, hogy megírok egy lemezt, és el kell hívjak egy embert, hogy megbeszéljük, hogy milyen hangnemben vannak a dalok, fogalmam sincs. Én is érdekel. Csak azért beszélem meg, hogy mondjuk két C-durba vagy két C-mollba levő dal ne legyen egymás mellett a lemezem, akkor egy hangúnak hangzik, nem mintha bárki lemezt hallgatna már, de mondjuk a múltban. Tehát, na, mit akartam mondani? Azt, hogy akkor ötlött fel benne, és ugyanebben az évben László Attilához eljártam banjozni, és ő meg nem azt mondta, hogy úristen, de fakezű vagy, kisfiam, tanulj meg hangszeren, és 30 év múlva találkozunk, hanem azt lehette észre, hogy ez a gyerek kis válteszi tekintet, oldalfőnyit haj, csutkacov, tehát ez egyfajta jelenség volt. Nem is volt akkor még azt hívat. Azt én széhoztam be divatba. Na mindegy, és akkor még egyszer mondom, nem hazaküldött, hanem azt mondta, hogy itt valami van. És akkor az ő fantasztikus tudását, mély zenei műveltségét hozzáadta az én kis satnya ötleteimhez, és ebből lett a Karcolatok, amiben mindenki legyintett. A lemezgyár is legyintett, mondták, hogy jó, mindegy. Kiéli magát a kisfiú, semmi probléma. Én is azt mondtam, hogy hát akkor na, komoly példányszámokat produkált a Bonanza, van 150 ezer példány után járó aranylemezem, ez ma már elképzelhető, tehát 1500-nál persgőt mondanak, akik lemezt adnak arany. Ki. Tehát és ugyanannyian hallgatják a zenét, mondanám mellesleg. Azt nem tudom, de... És akkor azt mondták, hogy én azt mondtam, hogy ha ebből 3000 el kell, én már örültem. Én finanszíroztam, komoly zenészeket hoztunk be, ifjabb Rátony Robert zongorázott a lemezen, Dorozsmai Péter dobolt, Samukán basszusgitározott, a Malek Andi vokálozott például a Hello című száma. Maróti Zoli az Ossziánból a rockgitárokat ő játszotta föl, de a Paksi Endre azt mondta neki az Ossziános énekes, hogy nem megy sehol, hogy álnéven van a lemezen. Tehát a Maróti Zoli Mazol néven szerepel az albumon, most már elmondhatjuk, kiment. Na, stb. És akkor kijött a lemez, a Karcolatok, róla a Hello, csináltunk egy nem annyira rossz videót hozzá, és az felrobbant. 93 márciusában jelent meg a lemez, senki nem várt tőle semmit, és felrobbant. Szerették az emberek, egy chart első lett, meg nem tudom mi. Na és akkor a két zenekar, még volt zenekarom. Igen, azt is kérdeztem volna, hogy akkor hogy robbant. Nem lesz ez így jó. Ákosnak ekkora sikere van, és akkor ők is csináltak egy lemezt, csak azt elfelejtitek meg megmondani. Igen. Uh-huh. És akkor ez tök véletlenül derült ki, egy rádióba besétáltam, és láttam ott a Zsoltéknak a lemezét. Uh-huh. És És akkor abban kicsit úgy elkeseredtem. És akkor mondtam, hogy figyeljetek, ebből az lesz, hogy ezt nem fogjuk ki tudni tovább csinálni, ha ennyire se tudunk őszinték lenni egymáshoz. És akkor volt egy kis szívszakadás, hogy így mondjam.
És a későbbiekben, illetve először még azt már... Bocsánat, még csináltunk egy dupla BS-t azért, a biztonság kedvéért, 93 végén, és aztán 94-ben kimondtuk, hogy ez nem megy tovább, és 94-ben volt egy búcsúkoncert és egy Jósa című utolsó lemez. És hát akkor utána én ültem otthon egyedül, és akkor gondoltam, hogy most nagyon nagy baj van, mert nem tudom, mi lesz most. De otthon az nem okozott feszültséget, hogy végül is eddig is beletettél valamennyi pénzt a dolgokba, és akkor most ez ugye felrobban, hogy akkor vajon mi lesz, hanem nem volt vita. Emiatt nem idegeskedtem, hogy a pénzzel mi lesz, mert ez nem is érdekelt. De az érdekelt, hogy kreatíve mi lesz. Mit fogsz én csinálni? És akkor azt gondoltam, hogy na, itt az ideje, hogy a rettenetes színész álmokat megvalósítsam, és egy haverom beajánlott a Jordán Tamásnak a Merlinbe, a színi tanodájába. Óriási élmény, egyszer voltam ott, bementem, mondták az órát, befogadtak Jordán Tamást. Nagyon kedvesen bánt velem, kedvesen fogadott, ott már egy osztályt tanítgatott a maga módszere szerint egy ideje, tehát abban az osztályban én semmilyen módon nem illettem bele, meg akkor is már, viszonylag híres voltam, meg dupla BS-eket csináltunk, meg ilyesmi. Bementem, mondta, hogy jó, és most egy olyan jelenet lesz, hogy te vársz valakire, és nagyon ideges vagy. És kiállított, kegyetlen dolog egyébként, kiállított egy helyzetgyakorlatra, úgyhogy én azt sem tudtam, mi az, hogy helyzetgyakorlat. És én eljátszottam, hogy ideges vagyok. És ez elég hosszú percekig húzta ő ezt, és vagy legalábbis számomra óráknak tűnt, és akkor azt mondta a végén, hogy na Ákos, itt te most mindent bemutattál, amit ebben a színtanodában tiltunk. És akkor én éreztem, hogy vagy áthúznak a hajó alatt, ugye, mint egy ilyen bevatási szertartás, hogy ugye a tengerészeket úgy edzik, vagy úgy veszik be a fedélzeti közösségbe, vagy hagyom magam egy párszor még áthúzni a hajó alatt, vagy még úgy. Párszor még ugye eljártam, aztán, hogy elkoptam onnét, viszont közben írtam egy lemez bánatomba, az lett az indián tánc, ami aztán 95-ben megjelent, ez viszonylagos siker lett. Elég nagy siker lett, igen. És akkor játszottam egy önálló arénát. És azóta már úgy nem is nagyon tudnád, gondolom én nyilván magamból kiindulva, hogy egy ilyen próba után, próba tétel után, meg hogy elkezd ember egyedül dolgozni, akkor már nem nagyon szeretnél nagy csapatot magad köré. Már úgy értem, hogy zenekart. Van körülöttem zenekar is, csapat is olyat, van, de szólistaként szeretek dolgozni. Úgy is mondhatnám, hogy nem tettek róla, hogy szólista alkat vagyok. Tehát nekem nagy nehézséget okozott a zenekar időben is az, hogy én szórom az ötleteket az asztalra, és ezt át kell szülni egy zenekari rendszeren. Igen. Én úgy éreztem, hogy most, bocsánat, úgy mondom, ahogy én éreztem, nem ahogy volt, hogy én előtte járok teljesen a többieknek, én nyomom. Attól olyan alkat az ember, és amilyen. És ők meg nem hogy azt mondják, hogy amikor húzza az összfér a szekeret, hogy belógatják elé a répát, hogy menjél fiam, azt akkor elhúzza 80 évig a szekeret, hanem hogy még vissza is húzták, hogy de várjunk csak, azért gondoljuk ezt át. Mert ők más dimenzióban gondolkodtak, vagy nehezen viselték el a személyiségben. Különben is szerencse mondjuk olyan társakra találni, akivel teljes az összhang, az élet nagy szerencséje, az nem mindenkinek adatik. De most van, és azt is megmondom miért, mert nem kérdés, hogy ki vezeti a csapatot. Hát ez nagyon fontos dolog. Elnézést kérek, de ezt ki kell mondani. Hát olyan emberek vannak körülöttem, akik szeretik a munkájukat. Tehát én soha nem mondtam azt, hogy ide csak rajongó jöhet dolgozni például. Engem nem kell szeretni, hogy nem árt, ha azért mondjuk keviselnek, de azt, amit csinál körülöttem valaki, azt a feladatát, abban szerelmes kell legyen, mert úgyis észre fogom venni, hogy nem az. Mindenki és az nem lesz jó. És van teljesen, van nálam eszelősebb munkatársam is van, ami azért szerintem már klinikai kategória, hogy fölhívom kampányidőszakban hajnali 2:30-kor, és az fönn van, és dolgozik. De mi a csinál a csapatban? A most menedzsernek hívjuk, vagy asszisztensnek, tök mindegy, teljesen golyos. Tehát ezt nem kell csinálni, hát ez már értelmetlen, már én se bírom. Csak mondjuk fénykoromban jobban bírtam, és akkor tényleg volt ilyen. És én olyan ilyen küzdő társakkal szeretek dolgozni, akik a szó pozitív értelmében megszállottan dolgoznak, és a sajátjuknak érzik. Hát szerintem mindenki úgy szeretne dolgozni, ha megadná neki a sors egyébként. Körülnézek Magyarországon, nem túl sok embernek adja meg a sors, de azért vannak. Azért vannak. A szövegírásra visszatérve, amikor az ember önállósul ilyen módon, ahogy a te életedben ez megtörtént, az előbb-utóbb az is megjelenik, hogy már csak azt szereted, amit te magad írsz. Dehogyis. Én szeretek sok mindent.
Hát inspirációra szükség. Már úgy nem olvasni, hogy? Hanem hogy nem bízott például a szövegírást másra. Hát azt nem bízom másra. Na, erre gondoltam. De az soha nem is volt. Hát én szövegíró vagyok. Hát én nem énekes vagyok, nem zeneszerző vagyok. Hát szerzek zenét, meg elénekelem a számokat, de engem úgy nagyjából a szöveg érdekel. Hát ez azért is egyrészt jó, másrészt pedig bizonyos értelemben ritka, mert én mindig csodálkoztam, hogy ugye ebben, amikor elkezdődött a beat korszak, meg egyáltalán a könnyű zene azért nagyon a piedesztálon volt, hogy nagyon sok embernek nem volt fontos, hogy mit énekel az a bizonyos ez most is énekes. Van, most is én van. Nekem pedig borzasztó fontos volt. Halljuk ezeket a rettenetes lágerszövegeket. Semmilyen borzadályt nem bírtam, ha jó volt a dallama, akkor se. Igen. És nem is értette az ember. De azért sokakat meglepett, hogy a szövegírásban is, hát hogy mondjam, sokan ki is kezdtek amiatt, hogy néhány szöveget megírtál, amit hála Istennek, hogy megírtad, de minden esetre hát ez vele ezeket jár, jól... Nem? Hát nem mindenkinél jár vele. Hát hogyha hát folyton a szerelemről... Egy bizonyos világnézeti kérdéssel ez együtt jár, hogy támadják az ember. Össze-vissza, akkor biztos, hogy nem támadna senki. Gondolom én legalábbis. Úgyhogy azért nem szoktam. Nem, hát engem komplett támadnak meg személyemben. És a szerelmes lirámat is támadják, mert azt mondják, hogy értelmetlen. A szövegíró generátorral is meg lehet írni, és csak nagy szavakat kell egymásra halmozni. Nem így van, olvastó? Ez nekem kimaradt. Halál komolyan írtál, indexem volt egy ilyen, kétszer is nekifutottak, tizen év különbséggel, hogy és ma is kapok ilyen érvelés helyett ilyen olyan hozzászólást a Facebookon, hogy csak belinkelik az indexnek az Ákos szöveggenerátorát, mert ez akkora humor. Tehát ez azért jó, mert nem kell érvelni. Igen. Ugye nem kell érveket hát, felsorakoztatni, hanem csak úgy oda csapom, és akkor he-he. Igen. Igen. Egyébként tényleg nem is érdemes elvileg vele foglalkozni, de azért valahogy mindig mindenki belebukkant, tehát számítógépeznek. Hát én dalban is reflektáltam erre. Tehát ott van, ezt a szöveget egy algoritmussal írom, magától jelenik meg minden szó a papíron, de ha ez így van, akkor senki szálljon, ne sírjon. Nem számít, mit mondok, de azt még talán kibírom. Azt beleírtam, hogy tudják is, hogy róluk van szó amúgy. Hát persze. Tényleg nem számít, hogy mit mond az ember, mert úgyis azt mondanak, amit akarnak, úgyhogy tök persze. Mindegy. Csak erre kell egy kis idő, amíg rájön az ember. Nem tudom neked mennyi kellett, de minden esetre... 28 évben azért volt még. Azért kell egy kis idő, meg hát nem esik annyira jól az embernek feltétlenül, persze. De azt is meg lehet szokni, mint üveges tóta hanyattesést nem használ, de ez van. Mit tartasz te jó koncertnek? Tehát amikor véget ér egy-egy koncerted, mikor vagy elégedett? Hát amikor... Biztos az is válasz, hogy soha, de most ne azt mondd, hanem hogy tényleg... Hát maradéktalan nem elégedett az ember, igen, de az a jó koncert, amivel készültünk, azt oda tudjuk adni. Uh-huh. És ahhoz kell készülni. És sokat. Volt már olyan, hogy valamelyik mondjuk éppen frissen megírt szám, de a könnyű zene hallgatói többnyire olyanok, hogy nagyon szeretik sokszor, százszor, ezerszer, akárhányszor meghallgatni ugye azt a bizonyos számot, és az új számokkal betörni nem túl könnyű. Amikor azt érezted, hogy valami nagyon jót csináltál, és mégsem volt olyan vevő a közönség rám, mint amilyet elvárt volna az ember. Igen, ilyen sokszor van. Legutóbb a Remény Figyel című dalunkkal volt ilyen, hogy a tavalyi koncertturné elején elkezdtük játszani, és akkor azt láttuk, hogy az egyébként a produkció minden rezzülésével együtt élő közönség ennél a dalnál így csinált, hogy kereste a reményt szegény meg. És akkor mi nagyon sokat vártunk ettől a daltól. Mi nagyon, a remény figyelt, de hát nem erről volt, figyeltek, nem erről volt szó. Szóval, és akkor úgy gondoltuk, hogy ez egy marha nagy sláger, és ez nem lett olyan nagy sláger. De azért viszonylagos találati pontossággal azért dolgozunk, tehát mondjuk 10-ből 7-szer el szoktuk találni, hogy mi lesz az, ami mondjuk közkedveltségre tarthat számot. Melyik inkább a legrégebbi szám, amit még mindig kell énekelned? Hát az Induna Banzai a zenekari időkből, és a Hello a szóló karrier, vagy a szóló pálya elejéről. De hát énekeljük ezeket, hát szerencsére azért nem kell önmagammal szembe fordulni, tehát biztos van olyan... Nem, csak hát van az ember, amikor dolgozik, és akkor szerencsés. Kidob egy-két dolgot, mert úgy gondolja, hát ez is olyan, hogy egyszer azt mondtam, nagyon-nagyon át voltam itatva a szeretettel, elsősorban önmagam iránt, és azt mondtam egy koncerten, hogy és most jön a dal, aminek nincs koncert, soha többé. Ez volt a Hello, és akkor legközelebb nem játszottuk, akkor jöttek a levelek, hogy mi az, hogy... Hát arról szó, hogy... Az
azot nem mondok ilyet, és van a koncert Hello nélkül is. Tehát, ez így van. Igen, de akkor úgy éreztem, hogy ez így lesz. Uh-huh. De aztán rájöttem, hogy ezt nem lehet. Akkor még nem tudtam, hogy 10 évvel később is énekelik-e majd, meg 20 évvel később is énekelik-e majd, mert a közönség úgynevezett, az egy nagyon furcsa, hát az egy nagyon sajátos lény. Szörnyeteg, igen. De nem, úgy van az, hogy egyszerre kell annak megfelelni, hogy újdonságot adni, valami újra vágynak, de ez hát már nem olyan, mint a régi. Főképp mondják. Az úgynevezett könnyű zenében. Ez nem hát olyan, mint a régi. Van. Tényleg, mert ez új. Csak hát, ugye azt keresi mindenki, hogy mikor fogom azt az érzést érezni még egyszer. És halkan figyelmen kívül hagyja, hogy közben ő is megváltozott ám. Nem csak én, meg a közeg, nem csak a dal változott. Hogy ez a dal nem hat rám úgy, mint 16 éves koromban, mert nem vagy 16 éves például. Hát vagy azért. Keresi a könnyebb utat, és hogyha a könnyebbet, van egy olyan réteg a közönségnek, amelyik a könnyebben érthető, vagy hát az eleve nem nálunk landol azért. Számokat szereti, akkor az azért el tudja vinni úgy a koncertet, hogy... Hát itt nincsen, ilyenek azért nem, tehát nem eleve nincsenek. Tehát hogyha a slágeré vált dalokról, most itt az igazán, hadd mondjak erről a sztorit. Tegnap ott, vagy tavaly ott ültünk 2016 nyarán a, mondanám, Telekom Hold Fesztiválon, a VIP rezervátumban, ott a színpad mellett, várva a fellépésünkre, meg jelöltek is voltunk, ott azzal a koncertünkkel voltunk jelölve, amelyikről aztán lekerültek a magánt a logók, ami hát egy sajátos kis bukét adott ennek az egész szituációnak, és akkor hát ott mi egy külön asztalnál ültünk, meg szegény Rúzsa Magda is külön ült, és a többiek meg így bandáztak, most ezt nem akar, hagyok egy percet, hogy ez leülepedjen, hogy ez mit jelent. És akkor oda ment a Magdikához, és mondom, hogy kislány, gyere már át az asztalunkhoz, hát most mit ülsz itt egyedül? Azt mondja, jaj, de jó, hogy mondod, ma azt hittem, hogy rossz helyen landoltam, vagy nem tudom, rossz helyen váltottam jegyet, akkor egy kicsit dumálgattunk, és miért menjünk fel a színpadra, halljuk ám, hogy a színpadon ténykednek egy ilyen mostani korszerű produkció, és az volt a refrén, hogy rohadjál meg! Rohadjál meg! Ez volt a refrén. Mondom a Zsoltinak, te jó hallok? Most erre a színpadra fogunk fölmenni, és azt fogjuk énekelni, hogy én nem kérek más, csak elég időt igazán érteni, szeretni őt. És igen, arra a színpadra kell fölmenni, de fura, de föl kell menni, mert különben nincs más. Most úgy értem, hogy persze rajtunk kívül van még más, aki olyat énekel, amivel lehet azonosulni, ami szép, ami akar valamit a világtól, azon kívül, hogy rohadjál meg. Meg tehát, utolsó percben nem mondhatod le. De nem is akarom, mert hát akkor egyszer volt egy ilyen, hogy társasági lap, már nem tudom, hogy a Best volt, vagy a Story, és akkor Magdi jött, és azt mondta, kis Magdi volt. És akkor azt mondja, hogy hát akkor a családról egy fotó még a nap hagyja békén. Mert ugye hát akkor ez új dolog volt még Magyarországon, ez az intimpista rovat. Hát, most meg már... Igen, és akkor mondta, hogy de miért nem? Hát mondom, azért, mert mi nem. Ilyen konzi lények vagyunk, nekünk nem tetszik, hogy a gyerekekkel barátézni az újságban, meg egyáltalán, ez úgy nem, magán lehet, élet, az magán. Se tetszik. És akkor azt mondta Magda, jót mondott. Igen. Miért kell fölmenni ezután a színpadra, és miért kell egyszer-egyszer engedményt tenni? Mert azt mondta, hogy jó, értem, ha ti ezt nem akarjátok, de akkor tényleg nem lesz senki más ebbe az újságba, csak a VV Évi a centrum feliratú nejlon zacskóval a kezébe, ahol az ideg összeroppanásáról jön ki, és a busz megállóban van lefényképezve. Ez egy konkrét idézet, tehát nem én találtam ki, így volt, emlékszünk. Vagy mit tudom én, tehát olyan emberek, akinek a családnevük egy televízió műsor. Igen. Ugye? De, ugye Évi, Big Brother, nem tudom ki, ugye? Tehát akkor tényleg, igen, és akkor én tudom, én a fodrásznál szoktam nézegetni, én ott szoktam egyenesbe kerülni a világ dolgaival, hogy föllapozom a Zeitungot, hogy mi a társasági életben, ki halt meg, vagy nem tudom, kinek született gyereke, kikivel, mit. Igen, hogy Nóci majdnem kiejtette a telefonját a kezébe. Egyszer ilyet láttam. Körülbelül. Három fotóval volt illusztrálva. Tehát amikor még nem, amikor majdnem, és amikor már veszi föl, vagy éppen elkapta. Három fotó volt baloldal. És egy cikk. Ez volt a cikk. Kellett volna aláírni, hogy tényleg nem érdemes elejteni. Én ezt megtettem, és nagyon sok pénz. A Krisztát kérdez, mert túl vagyunk egy pár iPhone-on, hogy egy másik termék elhelyezést. Hogyha... De ha ezek után ajándékba akarnak nekünk adni. Na mindegy. Tehát... Hát legalább egy védő. Legalább egy fóliát.
Na mindegy. Igen, szóval azt mondta, hogy, és így mentünk bele először, és akkor időről időre, azért talán mondhatom, hogy nem túl gyakran, de mondjuk, mit tudom én, 2 évenként, néha van egy ilyen, és akkor mindig ez van a fülemben, már nem a Magda írja ezeket a cikkeket, de az ő szava az még mindig így velem van, hogy hát ezt oda kell menni. Nyilvánosság előtti élet az ilyen szempontból borzasztó nehéz, mert... De szép is! Hát már amelyik része, szép. Már bocsánat. Most elmondom, egy barátomnál voltam a kórházban, pont a Haber Zsoltival mentünk be, és akkor jövünk ki az épületből, és ott úgy jön oda egy mondjuk körülbelül 60-as hölgy hozzám, tehát úgy, mintha egy rég elejtett beszélgetés fonalát venné föl. És azt mondja, Ákos, ez a száma, amit most énekel, az, mi is magának az a száma most, ami megy? Hát mondom, Zsolt mondta, hogy az igazán? Az igazán. Hát ez gyönyörű, ez maga tényleg nagyon sok. Mondom, és a Zsolt de ha nem lenne bulvárlap, akkor is oda menne hozzád. És ez bulvár nélkül van. Hát mert azért mondom, hogy ha nem lenne bulvárlap, akkor is oda menne hozzá. Tehát attól még ezek a blőd, borzasztó jó, dolgok. Jó, vannak rettenetes hülyeségek. Rettenetes hülyeségek is vannak, és vannak nagyon tolakodó emberkesztény. De alapvetően én... gazemberséggel, erőszakossággal csak az interneten találkoztam, ahol nem kell semmit vállalni. No name, hát én, persze. Velem szemtől szemben mindig tisztelettudan viselkedett, normálisan, néha nyilván tolakodóan, néha de nem... Hülyén, de, és hülyén, szobát, hülyén de, nem, de, igen, de nem rossz indulatúan, hozzáteszem, de nem rossz indulatúan, hanem azért, mert nem tudja, nevetetés hiányából nem tudja, vannak... Az édesanyám temetése, mikor a temetőszolga aláírást kért, akkor mondtam, ne haragudj oda. Borzasztó. Ez rossz vicc. Hát jó, hát ez vagy meg... itt volt, amikor első gyerekünket szültük, napsugárnak még ott volt a véres gyerek a hasán, és hát elég intim kis helyzetben voltunk, és akkor bejön a műtös fiú ilyen zöld gúnyába, és azt mondja, Ákos, adnál egy autogramot ide a személyimbe. Akkor mondtam neki, hogy na kisfiam, most figyeljél, még soha senkinek nem mondtam ilyet. Mondom, 5 másodpercet adok. És ha ezek után elkaplak, beledugom a fejedet a sterilizátorba. De hát ráfért volna, és akkor, na! Tehát nem értette, hogy ugye ez egy olyan pillanat, amiben talán nem kéne nagyon szomorú, hogy kórházi dolgozó nem érti. Aláírást a személyimbe. Tehát minden eleme érdekes, és akkor... És hát akkor jön másnap a rendőr, érted? Nem, ő megértette, pici ráhatásra, bemozdulásra elment, és hát nyilván azóta is mesél, hogy ekkora bunkóval, mint én, még az életben nem találkozott, mert ez úgy van, hogy akkor én vagyok a bunkó, kölcsönös. Mert nem adtam. Igen. Nyilván. Hát tényleg van ányoldala is a dolognak, de hát azt gondolom, el is mesélheted, mert legalább humorosak, szóval... Úgyse tudjuk megváltoztatni már, mint hogy megszüntetni a bulvárt például. De ez egy kis ország. Ez nekem az a csodája ennek, hogy van, aki a bulvárban hogy benyemerül nyakig, és úgy eléri azt, hogy ez van 5 percig. Én konkrétan tudok mondani 100 ilyen sztorit, és esküszöm, nem nagy képviselésben mondom, hogy egy 600 lakosú bányászfaluba kiszállok megkérdezni, hogy merre kell menni, és azt mondja, Ákoskám, hát egy perc itt van mindjárt, ezért ott balra fordultok. Hát, hogyne. És én tegezőben vagyok az egész országgal, tegező viszonyban, vagy fél országgal legalább. És ezt egy nagyon nagy értéknek, ez szépségnek tartom. Nem azt is, nem tartom szépnek, nem amikor azt hiszik, hogy együtt voltunk ott nekik, és akkor mi van, hello, az nem jó nyilván, de volt egyszer ilyen, hogy nekem is van tövegviszonyom időnként, de nem tudom ki a David Bowie, vagy ki játszott itt a szigeten, na mondom, akkor kimegyek, megnézem, de hát akkor mondom, én nem mehetek ki. Emlékszel erre? És volt egy ilyen, akkor még nem voltam szemüveges, egy kamu szemüvegkeretem, meg valami baseball sapkám, meg szóval úgy akartam kinézni, mint nem én, és akkor mondjuk úgy, hogy innentől van a sziget, itt a sziget bejárata, jó? Így beléptem a sziget így, és rögtön jött velem szemben 4 darab tarajos punk, és akkor mi van, Ákos? Fölvetted a sapkát meg a szemüveget, hogy ne ismerjünk meg, na igyál szépen a sörünkből! Szóval valahogy úgy van ez, hogy ez elől nem lehet elbújni, a Hrabálnak van egy fantasztikus novellája erről, az a története, akinek van kedve nézni utána, egy véres történet, Anna Hruzicskova meggyilkolásáról, és arról szól, hogy a kedves olvasó őt meglátogatja, és les rá, és ő el akar bújni előle, és az olvasó bezzeg mindent jobban tud, az, hogy vele mi van, meg mi történik, és beordít a kulcsukon, hogy tudjuk ám, hogy itt van, hiába bújt el, és maga csak lejön a kocsmába, és akkor hallgatja a történeteket, és abból egy jó pénzt beszed, amikor kiadja novellaként. És hogy egy csomó ideig bújdokolt az olvasó jelöl, és aztán kitárta a szívét, kitárta az ablakait, és már nem foglalkozik ezzel. Irigylésre méltó. Ki is esett szegény. Hát aztán nem. Annyira kitárta az ablakot, igen, hogy azt mondják, hogy a galambokat etettek rá a kórházba, de szerintem ők úgy
hogy ki akart szállni ezen az ablakon. Szerintem is az életből. Egyetlen egy dolgot még, mert mindig megérjük a kedves közönségnek is, hogy nem tartunk sokáig, illetve ők maradhatnak, ameddig akarnak, de titeket nem gyötrünk sokáig, hogy sok ellenséged lett a Kossuth díj után. Szerintem attól nem. Hát megírták, hogy nem érdemlem meg, meg mit tudom mi. És én soha az életemben, Isten látja lelkem, díjra nem hajtottam. Tehát a közönség szeretetére azért egész gyerekkoromtól azt álmodtam, sok visszatérő álmom volt, hogy állok egy pódiumon, mondok valamit, rajtam van egy fénypászom, és az emberek figyelnek és szeretnek. Ez egy gyerekes dolog talán, de megvalósult jelentős részben. Tehát az vonzott, hogy valamit, amit én szépnek találok, azt mással megosztani, mint ahogy az a szépség, amit egyedül látunk, nem is ér semmit. Persze. Tehát ha nincs valaki, te hiába utazol való. Most egyedül, ahova a kedvenc városodba, ha nincs valaki, akinek megfogod a kezét, és azt tudod, hogy nézzek, milyen szép, nem ér semmit az egész. Nem tudod megosztani, csak megosztatod megélni. És én így gondoltam, hogy amit én olvastam, dalt hallgattam, egyebet, azt megosztom. Azzal, aki elfogadja. És az hihetetlen örömet okoz. Hihetetlen. Amit én írok, az nem lehetne a költők nélkül, akiket olvastam rajongva, hát vagy most is rajongva olvasok. Tehát én értem, hogy értemetlenek a dalszövegeimet, főleg olyan embereknek, akik honlapoknak a címszavaiból meg számítógépes lövöldözős játékokból kapirgálják össze a világnézetre valót. Nekik tényleg nem jelent semmit, szánom őket. Ez nem az én hibám. Tehát magyarul mit akarok mondani? Hogy magyar a díjak nem érdekeltek. A Kossuth díjról annyit akarok mondani, hát ez nyilván egy nagyon rangos díj, a mi műfajunk nem szokott ilyen közfigyelmet kapni. Csoda, hogy ilyen van, nagyon megtisztelő. Tehát engem egészen addig ez eszembe se jutott a Kossuth díj, amíg nem kaptam egy szép nap egy telefont. Jobbat kívánunk, a miniszterelnökségi nem tudom honnan tervei, elfogadja el. Igen, ezt mostanában megkérdezem. Hát persze, hogy elfogad, mit a hülyeség ez. Mi mondom akkor? Azt mondja, hát igen, mert hogy felterjesztették meg izé. Na hát nem, ezzel bedobták a gyújtóbombát az ablakon. Hát én addig semmilyen díjra nem gondoltam, Kossuth díjra meg főleg nem, de attól kezdve meg gondoltam, most milyen dolog? Most akkor lesz, vagy nem lesz, vagy mi? Csak akkor mondom, hát ez már hogy? Mi az, hogy elfogadnám? Hát persze, hogy elfogadnám. Igen. Hát azt nyilván mindenki tudja, hogy ez onnan jött ez az elfogadás. Szóval ezt régen nem kérdezték meg az emberektől. Azt hiszem 2-3 éve van ez, hogy megkérdezik. Amióta ugye volt, aki visszautasította, és azért az egy államfőnek, meg egy kormányfőnek, meg mindenféle tisztségviselőnek azért eléggé. Persze, meg blama. Kezet fog, vagy nem fog kezet. Fog, nem fog kezet. Hát ez érthető, bocsánat, nem bírálat miatt mondtam. Nem, csak hogy tudjunk róla, persze. Ekkor kezdett piszkálni, de aztán ez viszonylag hamar kiderült, hogy ez oda ítéltetett. Én hadd mondjak el erre egy sztorit, mert ez helyes. Hogy fölhívtam édesapámat, gondolván, hogy én most itt oda fogom előtte ezt tartani, és mondom, figyelj, fater, írd be szépen a naptárba. 2012 Budapesten már lakik. Már úgy értem, Budapesten nem, hogy Solymáron. A mi régi lakásunk valakik egyébként. És mondta neki, fater, írd fel, föl kell venni a olaszt, csajozost, mondom, 2012, március 14, a parlamentbe. Kupolaterem. Mit kapsz már megint? Mondom, én semmit, csak az van, hogy tudod, kellenek normális arcú emberek is a tévéközvetítésbe. Mondom, engem hívtak, gondoltam, hogy a partneremként elviszlek téged. Jó. És mondom, még egyet kérnék, hogy emlékszel, hogy 9 éves koromban, 1977-ben vettél nekem egy lemezt, mert kikönyörögtem a szüleimtől, hogy megvegyék a Suprafon csehszlovák lemezjátszót. És bizony, akkor a centrumnak a műszaki osztályán kettő darab lemezt vettek hozzá a szüleim, a Vivaldi 4 évszak Kovács Dénes szólójával, és Temény Ferenc Fújjam a dal című 70-es első szólólemeze, a Kalitkás, Bogyorhajas. Kovács Dénes az egyik leggyönyörűbben játssza a világon el egyébként. Bocsánat, 3 évig ez a két lemezünk volt, minden hangját ismerem. Akkor biztos excuse me, osztod. Teljesen képbe vagyok. A lényeg az, hogy hangról hangra. Ha eljátszani nem is, de elfütyülni tudom. Na, lényeg hogy azt a lemezt létszeres hozd el magadnak. Minek? Hát mondom, úgy van, hogy a... De milyen Kossuth díjat kap aznap? Mi a francra kap az Kossuth díjat? Ebből tudtam, hogy nem tudja. Apám nem sejti. Eljött a nagy nap, kupolaterem, fater megjelenik, kifogástalan vörösott a beruhagyár öltönyében, fekete csüknyakendőben, hóna alatt a zöld bakelittel, a zöld borítós bakelittel, és akkor mondja, hogy na hol ülünk, hát mondom, fater, te ott ülsz nekem, meg oda kell. Mi a fr-
francia nem ülsz itt? Mondom, nyugi, be van osztva itt, ez nem úgy van, hogy mi mondjuk, meg nem étterem. Hát ez így lesz éppen. Számozott szépen. És addig, amíg ki nem mondták, hogy K. Ákos egyelőre büntetlen előéletű solymári lakos, addig nem tudta. És akkor kiment, átvettem, és akkor kerestem az ülők között az öregnek a tekintetét is. Két párás tepsi szemüveget látta. Fantasztikus nagy dolog, és akkor esett lenne ki. Én a saját meghalt? Nem, ő meghalt, igen, 21 éve nem élve. Ugye én szerintem minden érzékeny művészt a környezete az természetesen érdekel. És nyilván a zenésztársak is. És milyen gondolataid, most magamból beszélek, mert engem is érdekel a saját szakmám, és azok a riporterek, meg szerkesztők, meg tudom, akik aktívan dolgoznak, meg megnyilvánulnak a sajtóban, meg itt-ott, meg amott, hogy amikor az ember művészként hall a kollégáktól olyan fajta véleményeket, megalapozatlan véleményeket, ami kicsit úgy is érezheti, hogy neki is szól, mert hiszen egy más eszmevilágot képvisel, az téged inspirál, mert olyan emberrel is találkoztam, vagy pedig felidegesít. Hogyha valaki más világnézetű, és a környezetemben dolgozik, hogyha valaki leegyszerűsítve? Leegyszerűsítve, nem a környezetedben végül is, a mi környezetünkben. Nagyon nem szeretek rébuszokba beszélni, de akkor mondok konkrét példát, amikor bizonyos művész emberek például úgy nyilatkoznak, hát elég sokat megéltünk most itt az utóbbi pár hétben is, hogy ebben az országban nem lehet élni. Hát akkor nem kell. Ezt én is ezt mondom meg mindenki, ez a mégis igen. Itt van. Hát ebben az országban nem kell. El lehet innen valaki, menni, ezt mindenki tudja, de... Fegyvert nyomnak az oldalukhoz. Hát akkor annyi szép hely van a világon, ugye? Egyre kevesebb, ahogy így elnézem, de... Hát jó, igen, tényleg, olvad a jégtábla, rendben van. Tehát úgy van, hogy aki nem érzi jól magát, az nem szabad erőltetni. Én úgy vagyok, hogy nevén nevezünk a gyereket, hogy itt vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy a művészet az liberális, hova tovább nem lehet más ember művész. Tehát olyat is mondtak, még emlékszem, még Kossuth Rádióban hallottam, csapkodtam is a kormány kegyetlenül, mint tudom én 15-20 évvel ezelőtt a rádióban elhangzott, hogy értelmiségi az csak baloldali lehet. Mi van? Elhangzott tényleg. Mi van? Nagy a húzat? Vagy mi van? Ne, miért lehet? Értelmiség lehet minden. Valóban és jobbod is lehet. Miért ne lehetne? Csak hát ugye itt azért volt egy kis szellemi elsötétítés ebben a kicsit megrángatott kis országban. Igen, talán még mindig tart. Ahol ilyen hülyeségeket vertek az emberek fejébe. Hát gondoljuk el, most nem akarok, én aztán végképp ugye nem értek hozzá, nem is beszéltek ilyenről, de mondjuk 47-ben, 1900, itt legkésőbb akkor egy evolutív módon létrejött, tehát önfejlődéssel létrejött gazdasági, politikai és szellemi elitet kiradíroztak az ország történetében. Vagy effektíve elpusztították, vagy külföldre készítették, vagy a radírozásnál egy kicsit durvább volt. Hát most azt mondom, hogy ugye volt ebben tételes pusztítás, és meg volt az, hogy egyszer el lehet itt lenyíték. És ők tényleg külföldre mentek, mert lehetetlen volt Magyarországon élni. Igen, nem dumáltak, hanem elmentek. És egyébként közöttük egy csomó sikeresek lettek az új hazájukba. Na most, ami ezután következett, az a dolog természetéből fakadóan nem lehetett más, mint kontraszelekció. Azaz az alkalmatlanok kiválasztása a feladatra. Mész az alkalmasokat, az idő, meg a lehetőségek, meg minden egyéb választja ki. Én nem kívánom ezzel mentegetni a Móricz által is megénekelt urambátyám Magyarországot. Nem arról van szó, hogy én ennek a bűneit zárója betenném. Ugye? De azért nem árt tudni, hogy van, amit a helyzet, az idő hoz létre. Itt a kommunisták csináltak egy nagy szünetjelet a kottában, Magyarország kottájában, ami ezután jött, ha tegyük fel, hogy az alkalmasok, vagy többnyire az alkalmasok választottak ki, akkor nem lehetett más, mint az alkalmatlanoknak a kiválasztása a feladat elvégzésére. Na és ezeknek a harmadik, negyedik generáció oktatja nekünk most a demokráciát, hogy mit kéne gondoljunk, ugye, naponta. A dolgokról, napi szinten, és tömőfával nyomják a propagandisztikusan megfogalmazott ügyeket. Hát szerintem öntudatra kell vergődni, ezt el lehet menni emellett, tehát úgy van, hogy nem hallani, ezt nem lehet. Ezt halljuk. Hát, de hát ezt a helyére, tehát azért van tudata az embernek, meg világnézete, meg valami, amiben hisz, hogy meg az őt érő impulzusokat rendszerezni tudja. Engem az sokkal jobban idegesít, amikor hozzám közel álló emberek bedőlnek például.
például elmennek olyan filmet megnézni, amit nem kell. Ugye, mert állandóan propagálják, anyuci nálunk a ilyen értelemben az összekötő két világ közt, hogy ő egyébként rendes, mert hogy ő tudni róla, akarja. Hát ez, persze. Hogy megint igazad. Tehát az van, hogy ő... De különben meg, ha nem mennél, akkor alapos, meg nem mondaná. Ő alapos, mert én már akkor tudom, hogy szar, mikor meg sem néztem. Ő neki meg kell hozzá nézni. De bocsánat, hát különbség. Most úgy mondom, ahogy gondolom. Tehát úgy vagyok, hogy nekem, amit ennyire izommal tolnak, az nem lehet jó. Tehát, ugye? Tehát néha ezt gondolja az ember. Tehát én úgy gondolom, ahol ez kell, hogy ezek a szuper, amikor a szuperlatívuszok elhangoznak, ott mindjárt fogjunk gyanulni. Azon, hogy megfellebezhetetlen szaktekintély. Az gyanús. Ott biztos, hogy baj van. Az tuti, hogy gáz. Az tuti, mert akiről ilyen nincsen ugyanis. Hát az egész világunknak a lényege a vita, az ellenérvek ütközése. Amikor azt mondják, hogy ez egy dogma, erről nem lehet vitatkozni, akkor tudhatjuk, hogy ott nagyon nagy gáz. Hát a művészeti életben is pontosan ez a baj, és az előbb ezt próbáltam eldadogni, hogy addig rendben van, hogyha lehet valamiről vitatkozni, vagy valóban vitába is szállnának, de valaki, aki kijelenti egy művésztársad, nem egy, nem kettő, hanem most éppen háromra gondolok, csak nem mondom meg, hogy kikre, akkor az, aki ebben az országban nem lehet élni, jó, nem lehet, de mondd meg, hogy miért. De semmilyen nem hangzik el, hogy miért. Tehát nagyon nem. Egyszerű, mert nem náluk van a kasszakulcs. Nem egy bonyolult dolog, ez mindig erről van szó. És amikor elhangzik az, hogy nem a pénzről van szó, akkor tudhatjuk, akkor hogy a pénzről van szó. Ez kicsit olyan, mint amikor egy nő azt mondja az embernek, hogy azt csinálsz, amit akarsz, na, akkor véletlenül se csináld azt, amit akarsz. Ugye? Tehát ez kicsit azért, hogy magunkra ismertünk, egy picit, mintha ez most bement volna, hogy... Jó, hát ez ilyen, ilyenek vagyunk, jó. Jó, tehát mindig erről van szó. Én mindig azt mondom, és most mondhatjuk azt, hogy muszáj valakinek vezetni mondjuk egy színházat, tegyük fel, hogy erről van szó, hogy senki más nem vezetheti, mert annyira jó, hogy igen. Mondjuk mit kiállt mellette a szakma, igen, a közönség, a minden, de muszáj központi költségvetésből igazgatni egy színházat. Hát erre azt tudom mondani, hogy aki ennyire jó, így maga mellé tudja a szakmát, a kritikát, a közönséget, ez miért nem csinál magánszínházat például? Mert nem a pénzről van szó. Ugye ez úgy van, hogy állandóan újra fordítják a Shakespeare-t, ez ugyanez a sztori. Meg a többit, a klasszikusokat. Igen. És valahogy mindig egy kis perverzió bekerül ezekbe a fordításokba. Igen. Ugye, egy kis torzítás. Mert nem Arany János fordítja. Akiben ennyi tehetség van, akiben ennyi indulat és teremtő erő, miért nem ír új darabot? Ugye? Igen. Azt mondják, hogy azért kell, mert hogy a barátok közt nézője is megértse, a mondjuk, vagy mit tudom, nem mondtam, mit mondanak, de tegyük fel, hogy ez mondjuk az érvek között szerep, hogy a mai ember. A mai ember is a mai nyelven. Hát angolra nem fordítják újra Shakespeare-t, az a viktoriánus nyelven igen. Megy. Most az hogy van? Ott a mai embere érti, ma ott annyira fejlettek ott a művek nyugaton. Hát úgy nézem, igen. Ugye? Tehát az olyan, hogy a, bocsánat, én azt gondolom, hát most veszélyes dolgokat fogok mondani, hogy úgy gondolom, hogy én csinálok, ha szeretném mondjuk kultúra lenni, tehát igényt tart arra, hogy ez mondjuk a kultúra alá besorolható legyen, ebbe a felirat alá. A kultúra, nagy mániám ez, egy nagy rögeszmém, ezt most közdeadnám. A kultúra mi az nem mást jelent, mint művelést. Ugye a kultúra agri. Igen, megművelem. Igen, az a föld művelése. Tehát, hogyha a kultúra az művelés, kit művelünk? Magunkat először is. Főszántjuk a kérges lelkünket, belevetjük a magot, ki kell. Akkor lehet, hogy a másét is föl tudom szántani. Ez van a kultúra. Tehát a kultúra dolga nem az volna, és a kultúra mai munkásai közül nagyon sokan ezzel tudni, de a többség azzal foglalkozik, hogy a Shakespeare-t nekem a mai nyelvre átfogalmazza, kicsit beletéve a saját világnézeti preferenciáit is. Tehát kvázi, ez olyan, minthogyha ott van a túrázó, és ott van előtte a hegy, és akkor legyaluljuk a hegyet a túrázónak, mert gyenge a tüdeje. Tehát nem erős tüdőt adunk a túrázónak, hogy föl tudjon menni a hegyre, hogy megértse az Arany János, meg a Szabó Lőrinc, meg a Mészöly Dezső, kinek a fordításait, hanem azt mondjuk, hogy majd most nekünk ezek az okos mai emberek a mai nyelvre lefogalmazzák nekünk. Hát meg akkor lehet neki egy kis pénzt fizetni. Nem, arról nem beszélve. De nem kérnénk. Rosszul. Hát nem kérnénk. Én biztos vagyok benne, hogy az én gyerekem is, aki nyilván egy másik világban nő, mint amiben én nőttem, örül neki, ha felfedez valamit az Arany János fordításában például.
Ugye? Mint ahogy a Hamletet felfedeztük a Marcival újra, hát én Shakespeare mániás vagyok, most ezt hosszan nem mondhatom, meg Arany János, hát leginkább meg egyébek. És de most ez aktuális, de ezt én 20 éve mondom, minden interjúban benne van, aki hallottná tőlem interjút, azt tudja, hogy Arany Jánosra ezek kurutyolok egy ideje, hogy a legnagyobb élő költő, aranyosan igen, figyelmeztettek most a Facebook üzenetem után is, többen odaírták, hogy kis Baki csúszott az üzenetben, mert már nem él az Arany János, mert én nem tudom, hogy március 2-án a 200. évfordulója volt a születésnek, és valószínűleg már nem él. Hát az ész megáll. Na jó, nem, de hát olvastuk, nem a Facebookon, oda van írva, hogy kis Baki, hogy legnagyobb élő magyar közt nem mondjuk. És akkor azt is odaírta, hogy mit mondjak majd helyette legközelebb, odaírta, hogy a mai legnagyobb halott vagy nem tudom mit, nem, megőrülök. Mindegy, hát az életharc. Akkor már, de mekkora, mi az, ami téged legjobban fáraszt? Vagy elfáraszt. Hát ezt majd nem árulom el most. Jó. Akkor itt a vége, Pussár véle.